320-hoz közelít az euró jegyzése, a gázolaj már drágább, a kenyér is az lehet. Az elemzőket is meglepte a vártnál jobb ipari termelési adat, és vége, a Posta eladta a takarékbankot. Ez a Privát Bankár híradója 1 órakor. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok, és már is mondom a részleteket. A forint ott folytatja, ahol tegnap abba hagyta, 2,5 éves mélyponton. Nem sokkal dél után 317 forint fölé emelkedett az euró jegyzése. Szakértők szerint komoly esély van a 320-as árfolyamra is. A Commerzbank friss elemzése szerint a mozgás hátterében a dollár erősödése áll. Mások szerint a gyengüléshez az is hozzájárult, hogy az alacsony hozamok miatt hirtelen nagyon sokan akartak távozni a magyar kötvénypiacról. A bankközi devizapiacon most egy euróért 316 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 260 forintot. A dráguló liszt és a gyenge forint miatt idén ősszel 25-30%-kal drágulhat a kenyér. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a Napi Gazdaságnak azt mondta, hogy a kereskedőkkel valószínűleg augusztus végén kezdődnek erről tárgyalások, a fogyasztók pedig már szeptemberben érezhetik az áremelés hatását. Az idei aratás után a vártnál rosszabb minőségű gabona miatt a liszt akár 30%-kal is drágulhat. A magas euró-forint árfolyam miatt pedig az import alapanyagok ára is megugrott, ez a magyarázat az áremelésre. Mától drágább a gázolaj, literért 427 forintot kell fizetni, a benzinára maradt 416 forint. A vártnál kedvezőbbek lettek az ipari termelés júniusi adatai. 11,3%-kal haladta meg az ipari kibocsátás az egy évvel korábbit, az előző hónaphoz képest pedig 1,8%-os volt a növekedés. Szakértők úgy számoltak, hogy az orosz-ukrán konfliktus nagyobb galibát okoz majd, most is az autóipar teljesített jól, magával húzva a beszállító ágazatokat is, de más iparágak, így például a számítógépek, az elektronikai és optikai termékek gyártása is elkezdett felzárkózni. A Graboplast 4,2 milliárd forintos beruházást tervez tatabányai gyárában, ősztől új padlóburkolókat gyártanának. Az ehhez szükséges pénzt részben nyilvános részvénykibocsátás útján szereznék. Vizsgálják, hogyan lehetne a társaság részvényeit bevezetni a budapesti értéktőzsdére. Ennek érdekében a Graboplast tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a társaság nyilvános részvénytársasággá alakul. Lezárult a takarékbank adásvétele, miután a fővárosi ítélőtábla visszavonta a fővárosi törvényszék korábbi végzését. A Magyar Posta átruházta a tulajdonában álló takarékbank részvényeket a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási ZRT-re. A szövetkezeti hitelintézetek csaknem 75%-os tulajdonában álló társaság az értékpapírok vételárát már korábban megfizette. És végül arról, hogy a Samsung és az Apple megállapodott abban, hogy beszüntetnek minden szabadalmi pert az Egyesült Államokon kívül. Ez növeli annak valószínűségét, hogy a cégek licenc megállapodásra jussanak egymás szabadalmainak használatában. Jogi csatározásaik még 2011-ben kezdődtek, amikor az Apple az iPhone 1-es részleteinek szolgai lemásolásával vádolta meg a Samsungot. A Samsung néhány nappal később Dél-Koreában, Japánban és Németországban indított szabadalmi pert amerikai versenytársa ellen, amit további adok-kapok követett világszerte. Ma még egyszer délután 4 órakor lesz híradó a Privát Bankár oldalán, addig is olvassanak bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.